Budapesti közlekedés után most témát váltunk, és felcsúton fogunk közlekedni. Több mint 5 milliós veszteség 17 nap utasok nélkül, így fest a felcsúti kisvasút elmúlt egy éve a számok tükrében. A miniszterelnök kedvenc kisvasútja egyszer sem volt nyereséges a 3 éves fennállása során. Jöjjön most egy rövid összefoglaló a témában, utána pedig Erdélyi Katalinnal, az átlátszó.hu újságírójával beszélgetünk. Továbbra is veszteségesen működik a Válvölgyi, közismertebb nevén a felcsúti kisvasút. Az átlátszó legújabb adatigénylése után kiderült, az elmúlt egy évben közel 15 millió forint folyt be a jegyértékesítésből, a kisvasút üzemeltetése viszont 20 millió forintot emésztett fel. Azaz az elmúlt évben több mint 5 millió forint veszteséget termelt a vasút. A számok azt is megmutatják, hogy a legtöbb jegy február 20-án fogyott, volt ugyanakkor 17 olyan nap, amikor egyetlen utas sem szállt. A kisvasút. A 600 millió forintos uniós támogatásból épített kisvasút a portál összesítése szerint több mint 17 millió forintos veszteséget termelt az elindulása óta. Erdélyi Katalin, tehát a vendégünk, jó reggelt kívánok, hogy szerbusz, tegeződhetünk szerintem nyugodtan szakmaberiként. 17 milliós veszteség ez a cech, ahol tartunk, és ugye uniós beruházásról van szó. Az unió már pedig minden beruházásnál alapvetően előírja azt, hogy az egy fenntartható beruházás legyen, vagy megtérülő beruházás hosszú távon. Igen. Nem lehet ebből probléma? Úgy tűnik, hogy nem. Ugye voltak itt már az uniós ellenőrök megnézni ezt a kisvasutat, ugye annyi hír szólt róla, hogy eljutott kintre is, és megnézték. Ugye annak idején a hatástanulmányban, tehát amikor pályáztak az uniós támogatásra, ugye 600 millió forint európai uniós támogatást kapott ez a kisvasút a magyar kormánytól, és ebben a pályázatban az szerepelt, hogy nagyon sok turista lesz a kisvasúton, és meg fog térülni a beruházására. Ezt jöttek ellenőrizni, és annak ellenére, hogy látták, hogy milyen, nem történt semmi. Le is nyilatkozta az uniós ellenőri bizottságnak a vezetője, hogy minden rendben van. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ezt így ez annyira értelmezhetetlen, mert hogyha tényleg egész egyszerűen a számok mutatják, hogy nem térül meg, és nem csak az első évben nem térült meg, hanem most már harmadik éve veszteséges, bármilyen szerződésről van szó, tehát két jogalany között az egyik vállal valamit, ezt nem tudja tartani, akkor annak jogkövetkezményei vannak. Itt meg nem, és nem tudjuk, hogy miért nem. Nem tudunk semmit. Egyébként az Olaftól próbálták meg tudni, hogy vizsgálják-e még, vagy úgy, ahogy van, letettek a felcsúti kisvasút vizsgálatáról, és úgy vannak vele, hogy minden jó. Én úgy tudom, hogy lezárták a vizsgálatot, voltak erről sajtóhírek, pontosat nem tudok, de úgy tűnik, hogy ennek vége szakadt. Lehetséges, hogy valamiféle politikai alkú van-e mögött, nem tudjuk. Tehát erről semmit nem lehet tudni. Ugye azért érdekes a kérdés, mert Magyarországon ezért ugye ellenzéki pártok, meg mondjuk az ellenzéki érzelmű szavazók nagyon szívesen viccelődnek a felcsúti kisvasúton, de hát ha már az uniónak nincsen vele problémája, akkor végül is nincsen baj. Nem tud senki semmit csinálni, de persze nagyon sok embert bánt ez. Onnantól kezdve, hogy a kocsikat és mozdonyokat Nyíregyházáról vitték felcsútra. Nyíregyházen egy működő és egy kedvelt kiránduló vonat, tehát egy forgalmas kisvasút működött, annak a járműveit vitték felcsútra, ahol ilyen fél vagy teljes üres járattal közlekedik nagyon sokszor. Felcsúti kisvasúttal kapcsolatban ugye korábban csak idézőjelben vicc volt, hogy egy ellenzéki támadásra úgy riposztolt Orbán Viktor miniszterelnök, hogy ha támadják, minden inkább támadják, annál inkább meghosszabbítjuk, Bicskétől Novasberényig. Ez egy ideig vicc volt. Igen. Aztán utána lett belőle talán egy kormányhatározat, hogy meghosszabbítják valóban. Most pedig azt lehet tudni, hogy a következő 3 éves kisvasút fejlesztési tervekben nincs benne, tehát hiába Orbán Viktor legnagyobb szerelme ez a kisvasút, kimarad belőle, tehát úgy tűnik, hogy mégiscsak tud önkritikát gyakorolni a kormányzat ebből a szempontból, nem? Hát most még nincs benne, lehet, hogy holnap már benne lesz. Tehát azért mind a ketten és a nézők közül is nagyon sokan ismerik szerintem azt, hogy milyen egyik pillanatról a másikra szinte ilyen hasraütés után született törvényekkel és rendeletekkel működik az ország az utóbbi években, úgyhogy még bármi lehet. Valóban most bejelentették, ugye egy nagy összeget fordítanak a kisvasút fejlesztésekre, az első tervek szerint benne volt a felcsúti kisvasút meghosszabbítása, és most kivették, de még bármi lehet ezután. Itt ugye a felcsúti kisvasút rendkívül szimbolikus, ettől nem lehet eltekinteni, ugye, hogy vajon egy felcsúti alig látogatott stadion
stadion meg Orbán Viktor városa faluja között, és az a világhírű alcsódobozi arborétum között miért van szükség kisvasútra. Ez egy nagyon szimbolikus dolog. Egyébként nyilvánvalóan szép, de ezt azért sokan nem értik, és meglehetősen furcsálják, és tényleg vicc tárgya, mióta megépült. De ha egy picit ettől az iróniától eltekintünk, általában véve ugye most a kormány sokat akar fordítani kisvasutak fejlesztésére, azoknak egyébként összességében véve nem a felcsútinak, hanem a többinek van értelme? Persze, nagyon, nagyon sokan említettem a nyíregyházait, ott van a Börzsönyben a kisvasút, ott van a Lillafüredi, ezek mind évek, sőt évtizedek óta, tehát annak idején is működtek, és kis rozoga járművekkel szállították az utasokat, azóta fel lettek újítva, hát mi magunk is a családdal többet bejártunk, tehát azok közkedvelt kiránduló helyeket. De az a különbség, hogy azok by the way is olyan turisztikai célpontok, területek, nem, amik vannak, mondják igen, hozzák tehát a turistákat. Ugye felcsútra nem megy az ember semmi másért. Hmm. Focit igen, oké, lemegy valaki a stadionba, akkor onnan elmegy kisvasúttal az arborétumba, vagy vissza. Ugye az arborétum világhírű, vagy hát nem világhírű, de hogy ilyen országosan ismert, tényleg szép növények vannak, tavasszal tele van hóvirággal, valóban gyönyörű, de nincs semmi más, amiért az ember oda megy. És ugye, itt nem indokolt, nem általában véve nem indokolt. Hát látszik is a kihasználtságon, hát nem tolonganak az utasok. Ugye az érdekes, hogy megkérdeztek a felcsúti utánpótlás nevelésért alapítványt, ugye a kisvasút kihasználtságával kapcsolatban, és ha én jól látom, akkor az ő válaszokban volt egy mondat, amit nem tudok teljesen értelmezni. Ők azt írták, hogy általánosságban megállapítható, hogy a kisvasúti személyszállítás nem tartozik a legnyereségesebb ágazatokhoz. Tehát maga az üzemeltető írja ezt, és ha jól értem, nem csak a felcsútira, hanem összességében írja a kisvasutakra. Ezt tavaly is ugyanezt válaszolták nekünk, ugye tavaly is, előtte is minden évben kikértük a kisvasút gazdálkodási adatait, ugye az előző, most ugye 5,1 millió forint veszteséget termelt, előtte 8 milliót, a legelső évben pedig 4 milliót, és minden évben ugyanezt mondták. Tehát ez szerintem csak a saját azt mondja, hogy első évben 4 millió volt a veszteség? Igen. Tehát akkor magyarul, ha azt nézzük, nem hogy csökkenne, mert hogy bejáratódik, hanem nő is a veszteség tulajdonképpen kismértékben? Hát a második évben duplájára nőtt, 4 millióról 8 millióra, és most visszaesett 5-re. Tehát ráadásul mondjuk az elején, ha csak poénkodásból is, vagy mert tényleg nem jártak még arra, még megnézték az emberek, hogy na milyen is ez a híres, meg tömegével mentek az újságírók, az újságírók magyarok és külföldiek szintén, tehát ilyen turnusokba jártak. De hogy magyarul ez a fajta média hackből fakadó érdeklődés is csökken. Tehát, hogy igen, hát mert nem újdonság. Magyarul akkor nem annyira várható az, hogy bejáratódik majd, és akkor lesz több utas. Hát kivéve, hogyha ingyen utalmányokat fognak osztogatni, vagy esetleg kötelező lesz menniük az osztályoknak osztálykirándulásra. Na, mondjuk remélhetőleg talán itt még nem tartunk, hogy kötelező lesz? Reméljük, de ugye az nagyon feltűnő az idei adatokban is, és az előző évi adatokban is, hogy mindig kerek számokra végződnek a jegy eladások. Tehát az elmúlt egy évben csak nullára végződött, tehát 10-zel osztható eladások voltak. Hát én nem célzok semmire, csak ugye ez nagyon valószínűtlen. Én nem vagyok matematika professzor, de valószínűség számítás szerint nagyon kicsi az esély arra, hogy soha nincs olyan, hogy 1, 3, vagy 7 az utasok vége, tehát hogy 37, vagy 43, vagy 12, hanem mindig szép kerek szám. Hát ugye ez olyan, mintha mindig így pont valaki egy tömbre, vagy egy fél tömbre való jegyet megvásárolni. Ezt a pikáns érdekességet megpróbálták megkérdezni? Nem, hát ezen nincs mit megkérdezni. Hát azt mondták, hogy ennyit adtak el. Én ezt nem cáfolhatom, ezt ők tudják. Értem. Hát mindesetre azt köszönjük, hogy legalább konkrétabb adatokkal rendelkezünk részben nektek köszönhetően. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is.